kicsit szomorkás, a hangulatom már s olyan borús lett, e bűbályos világ. Jól ismert slágerekkel Nádas György is színpadra lépett a Szepesi György Bálzenész Fesztivál hétfői koncertjén. Az elmúlt években a város különböző pontjain szervezték meg a zenei fesztivált, idén a Kisdobótér adott otthont a háromnapos jubileumi programsorozatnak. Talán már kevesen tudják, hogy az én édesapám Nádas Gábor zeneszerző volt, és bárzenész is. Úgyhogy az ő szerzeményeiből 5 dalt fogok énekelni, az egyik, sőt, hát majdnem a legnagyobb slágereit, Engem nem lehet elfelejteni, Kicsit szomorkás, és ilyenkor az emberek rádöbbennek, hogy jé, hát ez ezt is tudja. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kellemes élmény elé nézek én is, remélem. Bár a fesztivál verseny része a Trilla elnevezésű élőzene koncert elmaradt, a szervezők októberben szeretnék pótolni ezt. Hás Viktor évek óta részt vesz a zsűrizésben. Ez teljesen más idén, mint az előző. Én eddig 3-szor voltam, 3 alkalommal. Mindegyik fantasztikus élmény volt, sok tehetséges zenész versenyzett egymással, meg lépett föl a különböző koncerteken. Hát ez idén módosult ugye az ismert okok miatt. A rendezvény második napján a házigazdáké volt a főszerep, akik hagyományos nyári showműsorokat adták elő. A mai napon egy gondabádás show lesz. Ez egy saját produkció egyébként, amit az Agria nyári játékokon szoktunk mindig megcsinálni, de itt is a vírus miatt egy picikét borultak a dolgok, és hétfőn azért jelen volt a Trilla. A Trilla olyan formában, hogy az elmúlt évek versenyzőiből és produkcióiból történt egy válogatás. A fesztivál augusztus 25-én kedden a Benkó Dixielandben és Szulák Andrea előadásával zárul.